Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Labs YouTube csatornája. Folytatjuk utunkat a Skót felföldön. Az előző részben egy természetvédelmi területen jártunk, ahol egy körülbelül másfél kilométeres túróútvonalat teljesítettünk az erdőn át. A mai részben megláthatjátok, hogy mi is az N500-as túróútvonal egyik legjellemzőbb állata, ami nem más, mint a szabadon kóborló birkák. Megálltunk tankolni. Látjátok, van ilyen kis kiülős hely is. Van turistáknak információ, hogy hol lehet enni, hol van bolt, kávé, étterem. És itt a WC. És majd mindjárt megmutatom, nagyon-nagyon hangulatos. Tudom, furán hangzik, hogy egy WC-t vegyek föl. De nézzétek meg a tapétát. Egy tükör, még egy tükör. Ez amúgy a férfi-női WC egyben. És nagyon jó az illat is. Hát ez nagyon jó. Előbb nem vettem fel rendesen, ott volt ez a hangulatos kis WC, ott meg Zoliban tervezi az utat. Útra keltünk, és ismét kóborló birkákba botlottunk. Erről láttatok egy rövid részletet. Ott a madár, sasmadár. Igen. Nem sas, de nagy madár. Hello! Te viszel magad egy száraz ágat, nem baj? Hát a többi fönt. Szárítjuk az oknikat, annak a visszatükrözését látjátok. És keresünk saszt, mert elvileg itt lehet látni sasokat. És megálltunk egy pillanatra, és ezek a birkák ezek pont mellettünk sétáltak el. Az egyik meg pont ott cuccizik, pici bárány. Az Angliában is teljesen megszokott, hogy mész valahol, és melletted bárányok, tehenek, kis kacsák, bármi lehet melletted az út mellett. Amit most láttok, az egy pihenőhely. Akár lakóautóval is megállhattunk volna itt, a birkák közelében. De mi tovább folytattuk utunkat, és elérkeztünk a következő állomáshoz, ami egy kicsi falu. És vége is a falunak. Megérkeztünk. Oda. Sieldaig, úgy van leírva. Ez a kilátás, tehát egy sorház, és szemben pedig egy öböl. Jól néz ki, az utcácska végén van egy hamburgeres, fish and chips, lehet venni ilyen kis... Más nem láttam, mit lehetett venni? Van egy pár fal kajájuk, de hírt nem láttam, de volt egy pár darab. Van egy nyilvános WC, van egy ilyen, megint egy ilyen becsületkassa, ugye ezzel támogatjuk őket. Mert a WC-t azt a közösség üzemelteti, nem az önkormányzat, tehát valakinek mindig valami dolgoznia kell rajta. Most például nemrég kifestették kívül-belül, azt is adományozott pénzekből. Lehetne enni füstölt lazacot is, csak az most bezárt. Gondolom frissen kerül a piacra. Itt egy sirályba láttunk, tityeg-tatyog. Az úton meg itt járkálnak a birkák. Én rendeltem fish and chipset, Zoli meg kettő hamburgert. Most van nálunk majonéz, azt hozza hozzá, és... Na most már csak nem hozzam előre. És itt fogunk kajálni. Ott is eltnénk, ott a padon, ott egy holló, nem egy varjú, egy holló, ott mondja a magáét, és nagyon rá van állva a kajára, úgyhogy inkább itt teszünk a száradó zoknik kis jelétébe. Hát, ez lakóautós élet. Nagyon rossz a fény, viszont nagyon látszik. De a lényeg az, hogy van kirakva a madaraknak, a verebeknek ilyen kis etető kosárba kaja. Illetve van hollónk.
Először azt hittem varjom, akkor megláttam, de rájöttem, nem, ez holló. És szeretik a sült krumplit. És ott a társa. Na beszélj, légy szíves. Pa. Másik csipog csak. Leállítom, abban a pillanatban fogja. Ő rugdalt, de szerintem ő jobban. Farka, hogy jár? Fűs, finom a fiú, ugye? Fincsi? Hogy jár a farkad? Úgy, úgy. Fú, van... Erről még nem is beszéltünk. Fú, vannak ilyen pici bogara. Hopp, jaj. Figyelj. Hogy állj! Azok még kereszt, ezért metszakébe. Ja. Nem van látod ennyi. A pici bogarak, nézd meg itt a nyakon. Aha. Mi a nevük? Vannak nagyon pici bogarak. Törpeszúnyogok. És kilépünk, és már rögtön megtámadnak, már mindenhol. Most a nyakamat szétharapták, majd leszóla szerintem kép, és majd megmutatom. Nagyon rossz, lehet kapni ilyen hálós sapkát, azt kell hordani, és akkor az valamennyire véd. Meg vannak ilyen kenőcsök, mert hogyha ide jössz föl, a felföld ilyen füves, fás részén, rögtön betámadnak a kis szúnyogok. Nagyon rossz. Ügyesen arrébb mentek. Zoninak minden álma, hogy egy ilyen kis telken, vagy csak egy ilyen lakó... Ez micsoda? Mi a pontos megnevezés ennek? Lakókocsi. Legyen lerakva, itt meg itt rohadt szét. Ki van verve az... Ugye? Ki van verve az... A szét van verve belül, nem tudom. Fél karomod adom ilyen lakókocsiért. Ez egy dupla tengelyes, legalább 6 méteres lakókocsi. Külön fürdővel, WC-vel, franciádja, konyhával. Itt, és itt teszél az enyészet. Itt fog szétrohadni. Egyrébb az étfelek, baszni, hogy itt lesz. Soha nem fog megérteni angolok ezt a pazarlást. Főleg a Skóciában, mint a skótok ráadásul. Ja, de egy ilyen lakókocsi egyébként nem emlő akarja venni, még használtan is, legalább 4-5 ezer font. Itt meg itt rohadt szét. A mai rész ennyi volt, köszönjük, hogyha megnézted. A következő részben pedig megtudhatjátok, hogy milyen is a lakóautós élet, milyen, hogyha napközben beszorulunk, mert az apró bogarak miatt nem tudunk kimenni a lakóautóból. Újabb gyönyörű helyszíneken fogunk járni, amit ti is láthattok, hogyha a következő részben velünk tartotok. A lájkokkal, hozzászólásokkal és a feliratkozásokkal segítitek a csatorna fejlődését is. Köszönjük, hogy itt voltatok, a következő részben találkozunk, addig is, sziasztok!